Üzemeltetői lehatárolási terv egyetlen napirendi pontot tárgyal soron kívüli ülésén a városképviselőtestülete kedden. Napokon belül avatják a 61-es számú főút elkerülő szakaszát. A forgalomba helyezés feltétele az utak kezelőinek konkrét meghatározása, ezügyben kellett dönteni Nagykanizsa közgyűlésének. A régóta várt 61-es elkerülő út elkészült körforgalmastól, mindenestől, és az átadás előtt kötelező feladata az önkormányzatnak az, hogy az útnak a kezelője, mi az, amit nekünk önkormányzatnak kell megoldanunk, és mi az, amit a közút kezelő vállal, erről született tulajdonképpen döntés. A szakemberek bejárták ezeket az utakat, és ez alapján terjesztettem elő a közgyűlésnek, és 12 egyhangú igen szavazattal támogattuk, elfogadtuk, tehát átadásra kerülhet itt december hónapban a 61-es elkerülő.